Családias hangulat, zamatos, friss hazai termékek. Ez jellemzi a nemrégiben újjáélesztett virágpiacot, ahol csütörtökönként termelői vásár várja a győrieket. A belvárosért felelős biztos ötletét a Győrszól és a regnáló polgármester is támogatta, a vásárnak pedig sokan örülnek. A régi hangulatot visszaidézi egy kicsit, de ez már csak jobban, már csak a gondolatban van, mert tulajdonképpen itt nagyon összezsugorodott a kis piac, különben itt a Hűsön egész kellemes. Az idény zöldségek fogynak a legjobban, de a gyümölcsöknek is nagy keletjük van. A vásárlók a zöldségféléket keresik jobban, ezeket mind hazai termesztésűek, úgyhogy zöldbab, uborka, ezeket most nagyon keresik, kapor. Akik az imént vásároltak, ők mit vittek? Palántát vittek, még paprika palántát, utoljára gondolom én, mert most már nagyon nem lehet ültetni, most már ez a hét az utolsó, amit még lehet, meg paradicsom palántát. Szívesen jön ide a piacra, mi a véleménye? Szívesen, igen, szívesen, már nagyon régóta ide járok. Miket árul egyébként a palántákon kívül? Virágot, ezt a minden szenteki virágot, krizantémot szoktam árulni, meg a kertben, amit termesztek, általában mindent. A vásárlók is visszatérő vendégek a termelői piacon, ahol a zöldségek és virágok mellett illatos füstölt árut is beszerezhetünk. Finom krumpilevást akarok főzni. És akkor ahhoz a hozzávalókat fogja beszerezni? Be kell szerezni. Én mindent. A zöldségtől kezdve a hetes áraig esetleg úgy adódik, nagyon finom dolgok vannak itt kint a piacon. Én szeretek piacra járni, miatt az eszemet tudom, járok piacra. Erről a konkrét piacról mi a véleménye? Hát, ahogy elnézem, ma meleg van, de nincs ebben semmi bajom se. Sokat szokott jönni egyébként? Szeret így a termelőktől vásárolni? Igen, igen, mert az más. Abba bízom. Hiszen a piacon minden hazai, friss, vegyszermentes, szeretettel készült, meg persze zero waste is. A műanyagmentes július jegyében akár még a bevásárlótáskánkat is beszerezhetjük itt a piacon, mutatom is. De van itt egyébként még kenyeres zsák, konyharuha, újra szalvéta és kelesztőkendő is. A piaci hangulathoz pedig hozzátartozik a szaftos, roppanós kolbász, hurka, sült hús illata és íze. Sok visszajáró vendég választja a virágpiaci kolbászárust vagy lángosost, akik a legnagyobb melegben is minőségi ételeket kínálnak. Hát most ez a kézműves piac, meg ez a termelői piac azért sokat számít, hogy azért itt van. Van egy-két virágárus is, hát lehetne több is, lehetne több termelő is itt a piacon. Hát mi hurkát, kolbászt árulunk, hekket árulunk, fasírozottat, húsokat. Már bővítsük a színvonalat, pacalt is csinálunk, csülkösvelős pacalt, körömpörkőtet, ecetes halat. Mi a legkeresettebb? Mi az, ami abszolút kedvenc? Hát a hurka, kolbász, hát főleg a kolbász, hurka. Hát a pacalt nagyon szeretik, a csülkösvelős pacalt. Körömpörkötnek nagyon nagy a slágere, meg próbáljuk bővíteni állandóan a kínálatot. Érdemes tehát mindenkinek felvenni a program tervébe a csütörtöki virágpiacos termelői vásárt, ahol a jól megszokott arcok mellett mindenki megtalálhatja a számítását.